szinte teljesen megtelt a sátor Szandi koncertje alatt a Naki Gyógyító Rózsa Fesztiválon. A hagyomány szerint a településen ilyenkor adják át a község díszpolgára címet, amit idén posztumusz Tóth Lajos egykori állatorvos kapott. Személyesen is érintve voltam a kitüntetettel kapcsolatban, ugyanis nagyon sokat köszönhetek dr. Tóth Lajos Ernőnek, aki a településen több cikluson át képviselőtestületi tag volt, illetve állatorvosként látott el munkafeladatokat a községben, és a helyi termelőszövetkezetnek a vezetőségi tagjaként is a településért dolgozott. A szervezők idén zumbával, sörivó és főzőversennyel készültek, és a gyerekekre is gondoltak. Ők pónikon lovagolhattak és légvárban játszhattak. A helyiek azt mondják, évről évre színvonalasabb a fesztivál, és örömmel látogatnak ki oda. Jók voltak, mindig több program van, mindig egész napos, szóval nem lehet azt mondani, hogy unatkozunk. A Naki Gyógyító Rózsa Fesztivál a nevét az itt termesztett különleges virágról kapta, a 100 levelű rózsa égési sérülések kezelésére alkalmas.